A Magyar Kultúra Napi alkalmából nagyon nagy szeretettel köszöntöm megjelent vendégeinket. A Magyar Kultúra Napját 1989-ben hívták életre, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát. Azóta minden évben január 22-én ünneplik ezt a rendkívüli eseményt. A magyar kultúra jelképei a magyar zászló és a himnusz. A magyar zászló a magyar nemzeti identitás, a himnusz pedig a magyar nemzeti összetartozás legfontosabb jelképe. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar kultúra értékeire és fontosságára. Ezen a napon országszerte számos programot szerveznek, koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, kiállítások és folklór programok kerülnek megrendezésre. A Csepényben élőnek is jó lehetőség arra, hogy együtt ünnepeljük kultúránkat és közösségünket. A tavalyi évhez hasonlóan most is színvonalas műsorral készültünk. A rendezvény első órájában az Áldás Együttest láthatják a színpadon. Érzelemgazdag, lélekemelő magyar zenét, magyar dalokat játszanak népi, nemzeti hagyományőrzés jegyében. A koncertet követően pedig a Galéria teremben folytatjuk tovább a programot, ahol a csetényi viseletek 1910 és 1925 közötti időszakban című fotókiállítást tekinthetik meg. Fogadják szeretettel az Áldás Együttes ünnepi műsorát. Isten áldásával köszöntünk mi is mindenkit. Úgy terveztük azt a mai ünnepséget, hogy megünnepeljük a Magyar Műveltség napját, hogy nem csak zenélni és énekelni szeretnénk, hanem mindenkit meg is énekeltetni. Első dal már is egy közös daltanulás lesz. Megalkotjuk azonnal hirtelen a Csepényi vegyes kar. Találtál a vegyes kórus, az a dal, meg jó kívánság. Adjon Isten minden jót, jobb őt, mint tavaly volt, tavaly. Úgy ismeritek? Mondjuk együtt. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt. Sok örömet e házba, boldogságot hazánkra. Na ez a mi jó kívánságunk, csetényieknek ezzel a verszakkal kezdjük, és majd ezzel is zárjuk ezt a dalt, ami nem más, mint egy új év köszöntő regölés, ami januárban az új év köszöntésére minden magyar sorsának jobbra fordítására egy nagyon jó, szép jó kívánság dal következik, tehát adjon Isten minden jót, aztán adjon Isten mind jobbat, azt adjon Isten szerelmet, aztán utoljára megint adjon Isten minden jót. Na, énekeljünk egy. Sőt, ez a regülés, egy regülő varázslatdal, regüljünk, varázsoljunk jó sorsot, jó szerencsét, boldogságot magunknak, a magyarságnak. Adjon Isten minden jót, minden jót, jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt. Sok örömet e házba, e házba, boldogságot hazánkba, hazánkba. Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat, ne csak mindig a rosszat, a rosszat. Kitől félünk, nem csempeg, napja, napjának ünnepe.
fölelevenítünk néphagyományt is, ez is a műveltség része, és nagyon-nagyon kopnak, felejtődnek el a hagyományaink. Ez egy regölős dal volt, de hogy ő most egy igazán jellegzetes magyar regölés, amit karácsony idején, meg új év köszöntésre is regöltek a falvakban. Kislegények is, de még férfiak is, mentek házról-házra, köszöntötték a családokat, mondtak varázsigét, hogy haj, regőrej, nem, azt is megadhatja az a nagy úristen. Ezt a regőrést minden verszak végén elénekeljük. Megütjük a botot, a ütemet, kelj fel, gazdag, kelj fel, ez lesz a dal címe. Ezzel kezdjük a regőrés jó kívánságot. Regülés volt régen. És most akkor jönnek a műköltészeti dalok, a népköltészet után. Kicsit időrendben megyünk, az ős időket idézzük meg. Több ezer évre visszamegyünk. Nimród király, akit Arany János Ménrótnak nevezett a híres Regi a csodaszarvasról című elbeszélő költeményében. Tehát Ménrót, aki Nimród, és ő felesége volt Enéd királynő. Enéd. És kik az ő gyermekei? Ha? Tessék. Valaki mondta? Hunor és Magor. Hunor és Magor, az ikre. Két iker. Testvér. Tehát Hunor és Magor, Nimród és Enéd gyermekei voltak, és tőlük származnak a hunok és magyarok, vagyis a magyar, magyar az hun, a hun meg magyar. Ezt így tudta ezer éven át mindenki, Arany János is, Jókai Mór is, és mindenki így tudta. És ezért ők harcoltak, mikor rákozták a szabadsághoz bukása után osztrák idegen érdekek alapján a finnugor. A finnugorokat.
Ők tiltakoztak ezzel nem. Mindenki csodálkozott. Honnan vették ezt? Mi szkíták vagyunk, hunok vagyunk, a magyarok, ez egy ilyen nagy testvér népcsalád, akik abból bejöttek ide, azok a magyarok. Jászok, hunok, székelyek, palószok, sok-sok ilyen szkíta népcsaládból lett ez a nagy magyarság. Most akkor megidézzük ezt a történetet, egy rövid részlet következik, Rega csodaszarvasról című elbeszélő költeményből, száll a madár ágról ágra, száll az éjnek szájról szájra. Aki segít énekelni, azt megdicsérjük, és a legvégén azt is mondjuk, hogy száll a madár, száll az éjnek, két fiáról szép eléknek, te elég király. Mondani se kell, Nimród és Elég királynő, ők Mezopotámiában éltek, Sumér föld. Hát ez a műség, hazánk egyike volt Mezopotámia. Száll a madár, Thank you.
azért a jó leventét, mert 100 levente meg két vezér űzték a csodaszarvas, mindig nyugatra jöttek keletről, és betértek Szitja földre, úgy mondja aranyás, Dúr királynak dús örökét előzönni. És ki volt, ez is egy történelem, ki volt Dúr király? Az Malának fejedelme volt, akik a jászok. Hát a jászokkal összekeveredtek a hunok és a magyarok már ott a kelet-európai síkságon, ott a Kaukázus fölött, tehát amár van a Volga folyóra. Tehát a hunok, magyarok, jászok már ott összegyűltek, úgy jöttek be ide, Kárpát-medencébe, de itt már régen magyarok laktak azelőtt is, a Árpád előtt, itt voltak az avarok. Ezt írta a László Gyula, megírta kettős honfok találni. Avarok is magyarok. Előtt ott voltak Attila hunjai, ők is magyarok, magyarul beszélnek. Itt voltak korábban még szkíta népek, akik mindig szkíta népek laktak, többféle néven jöttek be, többféle törzs volt, 108 törzs, és ott énekeltem az előtt, 108 törzs volt. És ez a csodálatos magyar nép magyarul nevezte el már Árpád előtt is a magyar településeket, itt a Dunántól mindenfelé magyarul szólnak a nevek. De ez már 2000 éve így szóltak, hogy Pécs, Mecsek, Veszprém, Bakony, ezek több ezer éves nevek, nem Árpádék osztályban. Na, és most csak ugrunk egy nagyot, megérkeztünk most a honfoglalás, mondjuk 8 honfoglalás volt körülbelül. Megérkeztünk a Kárpát-medencébe, és megidézünk ó magyar nyelvet. Hát képzeljétek el, hogy én magyar és történelem szakos tanár is volnék, és én hát nyilván tudni kell, hogy milyen szép magyar nyelven végek van. Halotti beszéd, ugye? Ó magyar Mária síralom. De hogy egy igazán zenzetes magyar ének, ami énekelhető is volt neki dallama, milyen szépen szólt több mint 500 évvel ezelőtt, azt a következő vers mutatja, a címe Ének Szent László királyról. Tehát üdvözli Szent László királyt, akkor ugye a lovak király volt, Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet, ugye vannak nagy szentjék. Úgyhogy megidézzük most a Árpádházi királyok egyikét, egy 550 éves verssel, aminek én találtam ki egy dallamot. Üdvözlégy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oldalma, Szent királyok közt drága látos jöny, csillagok között fényes, véges csillag. Most pedig átépünk 1500-as éven, tehát jön a második évezred, második 500 éve, amikor bizony, mivel meghalt az igazságos Mátyás király, többé nem volt az országban igazság, nem volt rendés, nem volt összetartás, és a török szétprédálta az országot délről, nyugatról meg az osztrák, Habsburg birodalom, és két pogány közt egy hazáért küzdött a magyar. Ezt az időszakot idézzük most meg középkori dalokkal. Első Kinódi Lantos Sebestyén hosszú elbeszélő költeményének, sok-sok oldalas költeményének négy verszaka lesz, hogy ő írta meg az egri csillagokat. Híres dalának a címe Egri Históriának Sumája. Ezt tanultuk iskolában.
tudjátok, de sok-sok verszaka van, utolsó verszak az lesz, hogy azt temlődsz bástyánál dobóvala, ott ő apródját ellőtték vala, ő kezel áll a sebesült vala, ott asszony népet vitéztünnek vala. Az egyénő. Gyönyörű, hogy elveszik a költemény. Az első verszak mindenki tudja velünk énekelni. Summáját írom megőrvárának, megszállásának, viadaljának. Summáját írom megőrvárának, megszállásának, viadaljának, szégyen vallását, császárba válnak, nagy igazságát, semmi nagy uraság, vajos mikor nézsz, jó
most pedig következik, Bocska István dicsérete, Debreceni Szaponos Jánosnak a verse. Bocska István tudjuk, vitéz kapitány volt, az első nagy szabadságharcot ő nyitott az osztrákok ellen. Szép szabadságra, magyarság javára, törekedő jó úr. Új dicsőségtől, mint Krisztus mennyéből, alászállott nyávúr. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg az, mit írunk. Az, kinek Kurckorban, amikor Tököl Imre állt a Tóth Szalak élére,
aztán ő utána az ő nevelt fia, Zrínyi Ilona édes gyermeke, Rákóczi Ferenc lett a kuruc fejedelem, és ő Töprénynek a nevelt fia volt. Zrínyi Ilona és Töprénynek ugye házasságra léptek. És így egy csodálatos korszak volt ez a 40 év, ez a kuruc kor, és rengeteg dal született. Annyi kuruc dal maradt fenn, hogy én tervezem, hogy csinálom két lemezt, egy buzdító, meg egy bújdosó dalos kuruc albumot, egy órás albumot, és ezeket a verseket valójában kisnemesek írták, meg középnemesek, tanult kuruc katonák írták, és sokat meg is zenésítettek, és játszották tárogatóval, dobokkal, sípokkal, meg vonós zenekarral. Következik akkor néhány kuruc dal, idézzük meg a középkornak ezt a hagyományát. Vörös pársony sőrbegyen, most élem egy életem, Balla Ádám a nevem, amit ész vagy gyermekem. Balla Ádám a nevem, amit ész vagy gyermekem. Akkor a emlékeztek? Te vagy a legény, nem olyan, mint más, mint Kuszuk Balázs. Teremjen hát országunkban jó bor, áldomás, nem egy fillér, de két tallér legalább kéne, a kenyeres pajtás. Végén pedig azt mondjuk, hogy két fogány közt egy hazáért komlik kivére. Be voltunk szolid a két ellenség közé. Aki segít nekünk, nagy hálás köszönetünket élvezi, mert te vagy a legény. Te vagy a legény, nyugodj bajtás, te olyan, mint más, mint szokvalás. Teremjen hát országunkban jó vonalomás, nem egy pillér, de két tallér, kellige pajtás. Szegény legényben, olcsó a véden, két három pillér, egy napra véden, azt sem tudja elkölteni, mégis békében, két fogány közt egy hazáért, omlik ki. Csino Palkó. Született egy ilyen film, nem tudom látni, a szocialista időben született, nagyon jó film volt. Csino Palkó volt a neve, az egyik főszereplő volt a Palkó. Azóta kiderült, hogy a Csino Palkó meg a Csino Jankó, az ki volt valójában? Nem a vitézek voltak, hanem az ő nekik a lóvuk. A lovat írták Palkóra vagy Jankóra, de minden esetre jó film született belőle. Nézzétek majd nagyon szép a
plusz hagyomány, plusz történelem, gyönyörű dalok maradtak fenn. Ezt mindenki tanulta iskolában, énekeljük el, hogy Csínomparkó, Csínomjankó, Csontos Karabélya, Szépselmes Lódingom, Dalipár pisztoly. Csínomparkó, Csínomjankó, Csontos Karabélya, Szépselmes Lódingom, Dalipár pisztoly. Takarodjék ki az országból, ezt énekelték Ulszor. És most egy ugrással megérkezünk a reformkorba. Megidézzük Vörös Marti Mihály szózatát. Olyan gyönyörű dallamot írt rá, emlékeztek, kiszereztek? Dallamát? Egesi Béni, de olyan gyönyörű és nehéz, hogy azt most hírsebb hagynák, esetleg családásra. Van egy egyszerű dallam. Illés Lajos szerezte a zenét, Illés Lajos, az Illés zenet az albumistán. Gyönyörű albumot csinált, három kazettán jelent meg, Cantus Hungaricus, csupa magyar éneket, verseket zenesített nektek. És ez a Cantus Hungaricus, ez Sebessy Máté énekel rajta, Varga Miklós, Nagy Feró, Deák Gyűlő. Szóval erről való ez a szózat megzenésítés annyira egyszerű, hogy tudjuk együtt énekelni. Hazár Agnendi rendvelő, légy híve, ó magyar, bölcsőd a spajdat sírod is, hely ápos eltakar együtt. Szabadság, szerelem,
a szerelem és a család. Például a Távolból című vers, Kiskakár nagy jól mentében, szerelmes versek. A másik műsor pedig az a haza és a szabadság. Nemzeti dal szoktuk énekelni márciusban, mert Európa csendes. De most egyelőre ennyi Petőfi versre készültünk, hanem meg kell idéznünk a honvédséget. Ekkoriban annyi dal született, hogy még a kuruc költészetet is messze felülmúlta a 48-as, 49-es szabadságot költészete. Ez mind népköltészet volt. És megidézném két dalt, egyiket biztosan mindenki tudja. A rácok a
szerve, a bunyaláncok, sokáncok, és a tótok meg a... Sokáncok. Tehát akkor egyesüljön minden Magyarország nemzet, erről volt szó, mert a Kárpát-medencében nagyon is békésen megfértek ezek a létek egymással. Mindenki tudta, van a magyar korona, a szebb korona, ő alá tartozik minden. Rakos, és bizony békében megértünk, megfértünk egymással. Úgyhogy ez idézi meg ezt a dalt, amiben azt mondja Jókai, hogy hogy ne ártson a magyarnak sem a Duna, sem a Tisza, sem az Olt folyó. Kivándorolt Amerikában ebben az időszakban mennyi emberünk? Másfél millió. Ezt megérte Ady Endre. Kitándorolt Amerikában másfél millió ember. Aztán mit írt József Attila később? Magyarország 3 millió kórusország. Tehát rengeteg sok volt a baj,
És nem elég csak az, hogy szidni a szomszéd népeket, jöttek a románok, jöttek a szerbek, meg jöttek az angolok, franciák, amerikaiak a béke parancsa a Trianonban. Nem a külső okokra kell mindig hivatkozni, hanem mit csináltunk mi rosszul, mi magyarok itt belül. Miért volt ez a nagy szegénység, a nagy elégedetlenség? Miért mentünk be a háborúba? Miért nem álltunk a háborúnak ellen? Ferenc Józsi a parancsák ellen tett volna. Tehát akkor Ady Endre megidézte ezt a kort, figyeljétek ezt a különleges verset. Fölszállott a pár. Oh,
És gondoltam azt, hogy megidézzék még a kedves határon túli magyar testvéreinket is. Van egy olyan híres daruk, hogy Erdély himnusz. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazunk segedelme. Ti emlékszik el? Este a székelyeknél. Van egy híres dolog. Híres zenemű. Tehát ugyanez a dolog, hogy én édes jó Istenem. Énekelj. Három verszak, megszólal benne a magyar népélek. Kicsit a székelyeket idézik meg ezzel az egész erdélyi magyarságot. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ígységedben látsz kedvem. Vándor recske seves szárján, vándor legény, vándor hordján, vándor székely levésében, Isten át megerdélt. Vándor mecske hazafalán, édes anyja fészkére száll, haza jöttünk megáldottan, csíksok jó ízűz már. Hazajöttünk megáldottan, csíksom jó Isztus már. Ugye ezt himnusznak is szokták mondani, Erdély himnusznak, és volt több himnusz az idők során. A régi magyar himnusz, idézik meg ezt is legalább, ez a gyönyörű katolikus népének egy verszakot, boldog asszony anyád, régi nagy pápolnád. Boldog asszony anyád, régi nagy pápolnád, nagy ígységben lévő, így szólít meg hazád, magyarországot, édes hazád. Csak bizakodás van és remény és hírüdevetett hit. Na most van még egy nagyon különleges meglepetésem, és ebből a lemezből énekelnék egy dalt, az a cím, hogy beültettem hazám földjét a tavasszal. Ez arra dalra született, hogy beültettem kiskertemet a tavasz. És ez éreztem annyira katonás, kurucos dal, jó. Pattogós ritmussal, illik egy hazafias vers. Írtam egy hazafias verset, tehát beültettem hazám földjét a tavasszal, a szabadság ezer szívú virágjával. Ezzel a versszakkal szeretném ezt elénekelni, egy részletet, és ezzel megidézem tehát az én költészetemet is. Beültettem hazám földjét. Yeah.
nemzet testvérségben. Igaz magyar csak az lehet, régi a magyar élete testvérségben. Méltóképpen érheti az Isten áldás, tehát azt ki kell érdemelni. Mindenki jól végezze maga dolgát, és így tehát egy összefogásra épülő, és egy ősi hagyományokat őrző, nemzet összefogást teremtő magyar nemzetben gondolkodva elérkeztük oda, hogy már csak egy dal maradt, végén pedig elénekelni kell. Egy dal pedig egy névdal lesz, az a címe, mindenki szeret énekelni. A legközismertebb magyar névdal talán. Megkötöd bovamat, piros almafához. Második vers, nem szoktam kalickában állni. Ez nem csak szerelmes vers sor, hanem ugye a kalicka, az börtön is lehet, meg birodalmak is kalicka. A magyar pedig nem szereti a birodalmakat, nagyon nem szereti. Akár török, akár osztrák, szovjet, vagy európai, nem szereti. A harmadik verszak az lesz, Pósa Lajos erdélyi költő és meseíró verszaka lesz, magyar vagyok magyar, magyarnak születtem. Magyar nótát dalolt, a dajkám felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és téged szeretni, gyönyörű szép, az az. Negyedik verse pedig az lesz, elénekeljük egy magyar asszonynak, magyar költőnek a versének egyik verszakát. Őt úgy hívták, hogy Papvári Elemérné Sziklai Szeréna. Ki tudja, ki volt ő? Híres verset írt, az én édes szüleim kicsi korukban úgy kezdték mindig a tanítást, hogy 8 órakor elmondták a... Először mit mondta? A mi atyánkot, imádságot. Utána pedig jött a hiszeket. Egy 3 soros vers szak. Elmondjuk ezt? Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában, ámen. És ez a vers szak benne volt a szüleim ellenőrző könyvében. Ma is meg. Így jutott el ki a gyerekek a ellenőrző. Ez volt ugye egészen világháború végéig, és hogy 1948-ig a kommunista hatalom átvétel évig ez volt a rend Magyarország. Ez egy nemzeti ima volt, mert megzenésítettek már akkor 1920-ban, mert a trianoni béke parancs nyomán írta meg ezt a verset Sziklai Szeréna. Tehát ennek egy vers szaka, ugye a magyar hiszek egy, ez lesz majd a névdalunknak a legutolsó vers szaka, mivel ez egy 3-soros vers, úgy tudjuk elénekelni a megkötöm rovamat dalamára, elé teszünk egy sort, az én költöttem, azt mondom, hogy magyar hitvallásom szívünkbe van zárva. Magyar hitvallásom szívünkbe van zárva, és hiszek egy Isten onnan következik. Na, tehát 4 versze következik. Énekeljük együtt. Megkötöm lovamat piros almafához. Oh,
megidézi a magyar történet, Mátyás királyt, a törököt, a mongolokat, a tatárját. De mit jelent az a verszak most idejében? Őseinket felhozál Kárpát-Szentbércére, ki az a bennünk? Na ki tudja? Attila. Igen. Attila király édesapja volt Bendegúz. Mondta Munzuknak is, de Bendegúz jött be a hunokkal a Kárpát-medencébe keletről. Itt már magyarokat talált, itt voltak a szkíták, a jazigok, jazig. Hallottam? Benne van a történelmi atlaszunkban, tanultuk. A római birodalom kiharcolt itt a Dunától keletre, a jazigok, jazig, a jászig volta, a jászok tőkeverték a rómaiakat többször. Tehát a jászok itt voltak, palócok, sok ilyen, a pannon nép, az a itteni pannon nép, az ős szkíta nép. Tehát bejöttek Bendegúzék, a hunokkal, itt már magyarul beszélő népeket találtak. Utána részük kiment Attila után vissza keletre, kisebb részt itt maradt a székelye. Aztán megjöttek az avarok, avar hunok voltak. Aztán jöttek az Árpádék, 8. konfliktus. Na, tehát Bendegúz, tehát hun volt, hun király. És akkor most következik az, hogy elénekeljük a magyar himnuszt. Kiemelkedő irodalmi alkotásokon keresztül ünnepelhettük magyarságunkat. Nagy szeretettel invitáljuk őket a fotókiállításra és a fogadásra is. A fotókiállításon látható fotók eredetie a Magyar Néprajzi Gyűjteményben, Magyar Néprajzi Múzeum gyűjteményében található meg. Ezeket a fotókat egy vándorfotográfus készítette 1910 és 1925 között. Halála után a gyűjteményét a múzeumra hagyta. A képek üvegnegatívra készültek, ennek köszönhető az, hogy ilyen jó minőségben tudtuk nagyítani és nyomtatni őket.
A fotókon látható ruhadarabokat nem hétköznapi viseletként hordták akkor az emberek, hanem kizárólag ünnepnapokra és a templomba vették fel. Az ünnepi viselethez a ruhaanyagot már nem maguk szőtték, hanem készen vásárolták, és szabóval varratták meg az öltözéküket. Ekkor még nem voltak gyermekruhák, a gyerekek is ugyanolyan ruhát viseltek, mint a felnőttek, csak kicsiben. Az asszonyok viselete sötét volt, általában fekete, sötétbarna. Köszönjük szépen Varga József alpolgármester úrnak, hogy rendezvényünket támogatta. Köszönjük Nagy Zoltánnak, a Csetényi Tájház tulajdonosának, működtetőjének a tárgyadományokat, használati eszközöket és öltözetruhákat. Köszönjük a Bujka Kulturális Egyesületnek a kiállított csetényi viseletet. Nagy öröm az Egyesület számára, hogy a sok szép ruhájuk mellett az év végén elkészült a bakonyi csetényi viseletük is. Ebből láthatunk egyet. Köszönjük Pongrácz Emilnek, hogy mint sokszor most is ezt az eseményt megörökítette. És végezetül köszönjük szépen az önkormányzat támogatását. Nagy öröm számunkra az, hogy egy olyan kiállítást valósíthattunk meg, ami tovább viszi Csetény örökségét. Tekintsük meg együtt a képeket, s egy kis fogadással, pogácsával, üdítővel várunk mindenkit a galériateremben.